amennyiben elzárják a vízóránál a csapot, a lakásban a fogyasztási helyeken meg kell nyitni, hogy tudjon üdülni a rendszer. Laci Péter, a Fehérvíz ZRT ügyvezető igazgatója éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen óvintézkedéseket kell tenni a vízmérők és a használaton kívüli vízvezetékek elfogyásának megelőzése érdekében. A téli időszakban ugyanis nagyon sok megkeresés érkezik a Fehérvízhez, hogy elfagyott a vízmérő, csőtörés keletkezett és elfolyt a víz. Télen az a legfontosabb, hogy a vízóra az légmentesen legyen lezárva. Ezek a műanyag aknák, ezek elég passzentosak, elég nehéz visszatenni az aknára magát a fedlapot. Hogyha nincsen légrés, akkor gyakorlatilag azzal, hogy lent van a földben az akna a vízóra, és van egy jól szigetelő fedlap, szinte kizárt, hogy elfagyás történjen. Amennyiben ez a megoldás valami miatt nem lehetséges, vagy nem műanyag aknája van a fogyasztónak, akkor legegyszerűbb, ha egy műanyag fóliát tesz a fedlap és az akna közé, és az már a légmentességet megfelelően biztosítani tudja. A nem lakott ingatlanoknál pedig jó előre fel kell készülni a fagyos időjárásra. Az ingatlan felüli belső csapot kell elzárni, ugyanis a vízóránál akkor ki tud folyni a vezetékből a víz, és az ingatlannál nem történnek fagykárok. Jogszabály szerint az elfolyt vizet minden esetben a tulajdonosnak kell kifizetni, illetve további költséget jelenthet, hogyha vízmérő órát is ki kell cserélni. Ezzel kapcsolatban, hogyha nem forog a kis számlálókerék a vízórán, akkor nagy valószínűség szerint fagyás okozta meghibásodás történt. Ugyanez a helyzet abban az esetben is, ha nem vagy csak alig jön víz a csapból, hogyha szilánkosra tört a vízóra üveg fedlapja, vagy eldeformálódott a számláló szerkezet. Amennyiben ez megtörténik, az ügyfélszolgálathoz, illetve vidéken az illetékes főgépészhez kell fordulni, és ki kell cseréltetni a vízórát.